Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Na, hogy egy kicsit vidámabb, 3 perccel zárjuk még ezt a fél órát. M1 híradó. Istenem! M1 híradó. Emberek vagyunk, ez bárkivel megtörténhet. Mi nem a hölgyet és nem az M1-et akarjuk ezzel bántani, nem, mert ez történhet. RTL-en. Nekünk is vannak Friday elszólásaink. Ez történhet. TV2-n ez történhet. Klassz FM-en ez bárhol történhet. De hát a műsorvezető legrosszabb rémálmában jön ez elő, hogy valami olyat mond, amit végképp nem akar mondani, és ez most pont szegény M1-esekkel történt egyébként, akiket az ág is húz, mert hogy ez most történhetett volna tényleg bárhol. És mondjuk még egyszer, nem a műsorvezetőről szól, én nem tudom a hölgynek a nevét, egy nagyon helyes szőkehajú szemüveges csajsziról van szó, és nem is a csatorna ekézéséről, egyszerűen csak arról, hogy milyen az, amikor az ember legrosszabb rémálma válik valóra. Emberek vagyunk, mindenki elszólhatja magát, vagy mondhat rosszul valamit. Talán hallották hallgatóink is azt a történetet, hallottátok, hogy ugye országszerte ápolják a húsvéti vasárnapi hagyományokat. Indult egy ilyen felkonfja a műsorvezetőnek szegényként, de hát ez sajnos nekünk reggeli rádiósoknak azért ezt meg kell lovagolni, és utána jött a rémálom, valami egészen más lett belőle. Ételszentelés, sibálás, vagy éppen berzselés a húsvéti hagyományok napja volt a mai. Országszerte több településen is felidézték a népszokásokat, most pedig megtudjuk, hogy mit is. Az utána levő pillanatokra lennék kíváncsi, amikor ő ugye lekonferálta az anyagot, és akkor realizálod, nem is biztos, hogy te rájössz, hogy ugye mit mondtál, csak ott esik le utána, hogy úristen, mit mondtam. Nekem is volt, hogy valaki szólt a fülemről, hogy én ezt mondtam, te jó Isten. A bakit érezted, nyilván. A népszopás és a népszokás között azért nagyon nagy. Gyerekek, van egyfajta összefüggés, és ezt lehet, hogy az M1 is jól érzi, hogy ezt a népet azért régóta szivatják szép szóval, ugye? De hogy azért a népszopás és a népszokást összekeverni, hát szegény kislány, neki nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű úgysejt. Ez egy nagy népszopás. Hát, igen. Tájegységeként változ egyébként, hogy miben torkolik a húsvét, van, ahol ember. Jó a buli, mondjuk. Van, akinek csak a népszokás marad, van, aki viszont. Igen. Az egy sokkal durvább szivatás. Az a legény, aki idáig eljött, az biztos, hogy piros tojást kapott a menyecskéktől, szóval tetszett neki. Igen, de ilyen tényleg mindenkivel megtörténik, nem? Hogy amikor valami olyat kell mondanod, vagy kiállsz emberek elé, vagy csak egyszerűen mondasz valamit, és hát a legrosszabb rémálom válik valóra, amikor elszólod magad. Én nem tudom, hogy ez mi járhatott a fejében, vagy miről beszéltek. Hát, úgy is működik az agy egyébként, hogy amikor rá parázol egy szóra, hogy te nehogy ezt mondd, és biztos, hogy mire élőadásba kerülsz, csak az lesz belőle. Tehát lehet, hogy a riporter kislány, vagy a műsorvezető, ő elmondta a szerkesztő, hogy Istenem, csak add, hogy nehogy azt mondjam, hogy nem akarom azt kimondani, nagyon nem akarom kimondani, nem fogod, nyugodj meg, hát népszokás. Élőadás, tessék, a húsvéti népszokás. És abban a pillanatban bedurrantod, nem így van? Hogyha vizionálsz egy szót, akkor bevonzod valahogy, és minél jobban félsz tőlem, annál jobban kimondod. Hát ez gyönyörű. Az ATV-n is előfordult egyébként már. Kálmán Olga. Igen. Dobott el egy P-t, egy K helyet, de utána ő javította is adásban saját magát. Tehát de ugyanez a szó volt? Ugyanez. Hát a gyerekek, itt a szóval van a baj. Igen, a népszokást, azt akkor igen, meg kell szűnni. Ez egy nagy ősi magyar pavlovi reflex. Hát, hogy ugye átsorgással legyetemben. Ez egy ilyen finom, hogy 10 millió vagy gyerekek, akkor ezt nektek basszus, mert nem népszokás gyerekek, ez egy 500 éve nem nyertünk háborút. Vagy egy nagy kollektív igény. Nem, igényünk már nincs rá. Már 500 éve ezen a végén vagyunk a Tuminak, úgyhogy igény már nincsen. De akkor lehet, hogy ez egy nagy magyar kollektív tudatalatti, tényleg? Uh-huh. Hogy a népszokás és a nép azt így összekevered? Azt finoman? Hát igen? Most ha már két nő is összekevered, hát a két Kálmán híradó. Olga is ráfutott erre? Igen. Nem? Hát ki tudja Olga fejében mi járt? Nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy az ő fejében akkor mi járhat, hogy nagyon kedveljük. Igen. Tudja. Ez egy nagyon cuki nyelvbotlás, ez egy helyes dolog. Tehát, hogy nem bántani akarjuk mi tényleg. Csak hát ez most már az idők végezetéig fenn is lesz. és ez végéig ott marad, igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Srácok. Na, baj van? Baj. Na, mi a baj? Nagy baj van. Nagy baj van. Ez mi? Ez egy ferodal volt, azt nem? Azt nem tudom. Nem, igen. Ez tankcsapda. Ja? Akkor azért mondom. Baj van, baj. Igen. Megtévejettem. Mit csináltál? Na. Rágyújtottál? Ne csináld!
Nem mondott komolyan. Mentségemre szolgáljon, hogy ittas voltam, soha ne ígyatok. Nem mondott komolyan, hogy rágyújtottál te szemét. Képzeld el. Hogy miért nem mindegy, akkor... hogy egy vagy tíz. Ne legyél már ilyen aljas! Hát rágyújtottál? A szombat? Örülök is, és kicsit csalódok. Ne legyél már ilyen. Szombat este, elmondom. Szombat este volt, ott álltak a barátaim, rokona, mindenki, húsvétoztunk. Neked ne keverd be. Megittunk valamit, érted? És azt mondtam, hogy csak most egy... Mi az, hogy egy valamit? Nem volt rajta címke? Nem, lopott volt a szájjegy. Ha onnan tudhatnánk. Nem volt rajta az árjegy. Házi pálinka, és az ízéből nem derült ki, hogy miből fő. És rágyújtottál. Hajnali kettőkor. Nem bírtam tovább, meghajoltam a népakarat előtt, ami nyilván az én akarat. Nyilván volt. Lefogtak, és a szádba tuszkolták. Igen, azt a szemét neki. Állatok. Képzeld el, meggyújtottam egy cigit. Ez kemény. Most egy kicsit úgy letörtem. Úgy veled vagyok a drámában. Én te hittél benne? Nem. De most nézd, szeptember 20-a óta eltert fél év. Idáig megtartottam magam, és azóta se gyújtottam rá. Tehát érted, egyet szívtam el. Na de ez innentől kezdve... Most nincs megállás? Hát nem tudom, de van megállás. Csak az elgyengülés az ugye ki tudja, hogy bekövetkezik-e újra majd valamikor egy újabb elgyengülés. És onnantól kezdve már nem biztos, hogy van megállás. És ha sokat gyengülsz el, akkor visszaszoksz. Milyen volt? Megszédültél? Irgalmatlan. Ezt most ne figyeljék, tehát senki ne hallgasson ide. Olyan volt, mintha 5 perccel azelőtt nyomtam volna el. Egyszer. Igen. És annyira... Te figyelj, olyan érzés volt, hogy megőrül. Hát jó, azok, akik nem dohányoznak majd rágyújtanak, megszédülnek kicsit, tehát hogy elszokik a szervezet a nikotintól. Ez neked a ilyen nem volt, nem? Ez a szervezet nem szédült meg. Kis gazdám, köszönöm neked ezt a gondoskodást. Végre. De nagyon, de lelki ismeretileg nagyon kész. És egy volt, vagy aztán... Jaj, hagyjál már! Azért gyónom meg. Na jó, várjál. Hát ez nyilvános gyónás. Emlékén szerint egy cigarettának az elszívása nem ennyi. Hogy nem. Utána rossz lelkismert hal, hanem egy szívás, kifolyam. Hát ezt már elszívod, két szívás, kifolyam. És utána azt már közben, kiszolgatok közben, eszegetek közben, szívom. Tehát, hogy azért... Nem eszegetünk. Elég lassan jött meg az a gondolat, hogy neked lelkismert fordulásod. De nem, már akkor megvolt már az első struknál, csak mondom, megnézem, hogy a második után is van. Gyorsan elszívom, egyre nagyobb a lelkismert fordulás, gyorsabban, és nem. Mondom, hogy ha végig szívom, akkor is van a lelkismeret fordulásom, vagy akkor már visszaszoktam. De ezt jól tetted, hogy akkor nem volt, mert megölni azt a pillanatot, az hülyeség. Tehát, ha már elszívtad, akkor szívd el úgy, hogy akkor már ott vagy, elszívod, dumálsz, és majd utána, amikor lefekszel, csapsz a fejedre, hogy atya Isten, mit tettem. Annyira lelkismeret furdásolódott, hogy az egyik szállat gyorsan, egy másik követte, hogy elnyomd a lelkismeret furdalást. Nem volt ilyen, hogy gyerekek, adjatok még egyet, mert annyira fáj a lelkismeret furdás, hogy mindjárt morfiumozni kell, akkor adjatok még egyet. Próbáljuk ki, hogy a második után jönne. Nem jött. Az egy után nem jött, de utána meg reggel jött. És még egész este se jutott eszembe, tehát utána még mi sokáig mulatkáztunk, és nem jutott eszembe akkor se a lelkiismeret furdalás, de nem gyújtottam rá még egyre, érted? Tehát nem az volt, hogy kérek még egyet, a lelkiismeret furdalás az vasárnap. Illetve nem emlékszel rá? Igen. Csak reggel ott volt az a teli hamután. Igen, ott benne feküdtem perfejét. 50 darab kibontott színfis ízés csomag között találtak meg. Színfis. Románc. Az, színfis. Fecske között ott feküdtem, gitánc között ott feküdtem. Kicsit csalódtam. Szóval, hogy valahogy egy ilyen a beléd öntött ilyen, nem is tudom, ilyen eszményi képem, az most úgy valahogy úgy, mint egy kártya vár egy nagyobb de szerző egy után. De egy hős sem menetelhet megbotlás nélkül végig egész életében. Napóleonnak is voltak vesztes csodái, ez igaz. Érted, Moszkvával ő sem bírt. Na, ez ugyanaz. És vasárnap reggel viszont, hogy felkeltem, akkor nagyon, nagyon rosszul éreztem magam. Már nem így, hanem lelkiismeretileg. Ez így egy hallgató, ez súlyosabb, mint egy félrelépés. Tehát ez. Mint két félrelépés. Jó, nem, még három félrelépés. Nem, de most egy száz cigi, és azóta nem gyűjtöttem rá. Ez most akkor baj? Hát? Most egy rohadt áruló nem, vagyok? Nem, ez csak... a tiszta, hófehér, öblítő illatú, szépen kivasalt abroszra, valaki éva. Odafosott. Oda bizony. Most és a benne előtörnek az érzelmek, mert én ezért vagyok kopasz. Így van.
Ezért van pumukli fejem, ezért nézek ki úgy, mint egy idióta fél éve lassan. Nem az volt a fogadásunk, hogy életem végig. Az igaz. Nem, most már nem nézel ki, mint egy idióta. Most már hónapokig úgy néztél ki, de most már. Láttam szombaton a gyertek át, ott véletlen belenéztem, nem szoktam nagyon magam visszanézni, úgy néztem ki, mint egy ilyen erőlködő vicceskedő utolsó stádiumos. Tehát körülbelül így... Viccesebb is a műsor. Bali, aki nagyon durván beteg, de még azért próbálja erőből tolni, hogy vicces. De már napjai vannak hátra, ezt láttam a képernyőn. Szóval, hogy lásd ezt a fehér abroszt. És lásd azt a csúnya pacátot középen. Ow. Hogy ettől még az abrosz használható. Kimossuk, újra megterítjük. Elfelejtjük, hogy valaki oda nyomott egy nagyon-nagyon... Egy hatalmas rorsákteszt. Rátett a fehér abroszra egy rebelis hurkát. De arra az abroszra ezután mindenki úgy néz, hogy azon az abroszon egyszer valami olyan volt. Érted? De te nem csak oda tetted, szét is kented. Azt a makas csoki golyót. Hogy száztam vele kézzel, mi? Szóval, hogy ezek után se leszel dohányos, de kovász került a cipóba. Bizony. Érted? De ettől még bemorzsáztak a reaktorban. Azért, mert volt egy valami, hát gyerekek, Nem, Feri, azt mondod, hogy azóta sem gyújtottál rá, hát a következő cigarettáig nem. Ez most egy átmeneti időszak két cigaretta között. Ja, honnan tudjuk, hogy nem jön a következő? Honnan tudjuk, hogy ez nem egyfajta elgyengülés lesz, megint egy szombati buli, és ott nincs a következő. De most akkor én most baj, hogy egy hónapban majd egyszer elfogom. Aztán majd két hetente, hetente, és majd megint ott tartunk, hogy lázdulányos leszel, mint régen. Nem tudom, hogy tartható-e az, hogy mondjuk heti egy, vagy két hetente egy. Tehát itt van, vagy dohányzol, vagy abszolút nem dohányzol. Mondom én ezt, aki egyébként olyan kocabagós vagyok, hogy én elmegyek bulizni a barátaimmal, én például elszívok egy-két szál cigarettát. Na, tessék, a szent ember. De nem dohányzom, meg nem is hiányzik, meg nem veszek magamnak. Semmit. Igen, csak neked azért ott van egy 30 éves addikciód, amiben visszacsúszhatsz. Tehát, hogy azért te veszélyeztetettebb vagy. Aha. Nekem az italhoz néha jól esik, bár bűnös, és senki lenne lányozzon, és fúj, elítéljük. Iszol is. De amikor az ember elmegy, akkor mit tudom én, dohányzik, de senki, tényleg, drága fiatalok, ne dohányozzatok. De te veszélyeztetettebb vagy, hát te végigmentél a rögös ösvényén a leszokásnak. Meg nem tudom, hogy emlékszel-e, de készülsz egy fél maratonra. Hát de most ez egy szál cigi volt, hát most attól én másnap ugyanúgy elmentem futni. És nem voltam sírva semmivel. És sírva tudtad le a penzumot. A könnyeiden csúszkálva. Inkább dohányozni. Ez azt mondja, ez nem visszaélés, ez csak botlás, de akkor valamit találjunk ki. Hogy legyen egy büntetésed neked is. Miért lenne már büntetés? Hagyjál már békén! Nem most, mert ezt most bevallottad. Őszinte vagy, díjazzuk. Tehát, amikor a gyerek rosszat csinál, de elmondja, így akkor van. Kisebb a büntetés, vagy egyáltalán nincs, mert legalább elmondta. Szív fel orral, 10 deka kamilás hintőpont. Vagy valami. Most! De nézzük meg, hogy mi lesz a következőnél, és találjunk ki valami ordas nagy büntetést, hogy ha még egyszer megteszed, akkor viszont nem egy újabb fogadást ajánlok, mert még egyszer én kopasz nem leszek, de valami büntet azért neked is legyen. Hát nem lehet csak úgy büntetlenül visszaesni. Nem, ez komoly visszalépés. Figyelj, ha még egyszer eszik egy cigarettát, a következő tetoválásodnak a tartalmát mi fogjuk kitalálni. Jó, és egész hátas lesz. Jó, egész hátas. Jó, a méretet te mondhatod meg, de mi mondjuk a szövegét a tetoválásnak. Hát, ugye ez a fehér abrosz, ezt jól elkaptam, érted? Ez jó, hát nagyon jó, erős volt, nagyon erős volt Balázs. Na, a nyaller! Na, én nyilván úgy mondtam ezt, mint hogyha... Most féltékeny vagy a poénomra, ez a bajod, hogy tisztán egyértelműen lefestettem. Aha. Ezt az idilli ez legyen színei... a legjobb poénod. Ez a színei kép, érted? A majális, ott van a majális az abrosszal. Összefosott abrosszal. Na. Jaj, Feri, hát most mit csináljunk vele? Jó, ez még megbocsátható. Megbocsátható, de veszélyeztetett. Hát az őszinteségemet becsüljétek az legalább, hogy bevallottam. Most mi van? Tökre kussolhattam volna róla. Akkor is volna az eset, hogyha nem vallod be, attól, hogy nem beszélsz valamiről, még megtörtént. Na jó, de azért elmondani egy országnak, aki követte a leszokását, bevallani, hogy bűnöztem, mint titokban elsimlizni, ehhez erő kell. Jaj, most akkor majd az egész ország azt mondja, jaj, mennyire emberi, hogy bevallotta erről is. Ez is csak népszerűsködés. Hattam volna, érted? A haverjaim nem köpnek be. És eszedbe az abrosz hasonlat. Azért ez nem népszerűsködés. Valaki ráfosott az abroszra. Hiába azért a szomszédság előtt összekacsint, de tudod, hogy azon az abroszon fos volt. Feri, beszennyezted a saját abroszomat. Saját abroszodat, basszus. Vágjátok le az egyik ujját, írja a hallgató. Jó. Miért csak az egyik? Mi van? Miért kéne? Ha tényleg a két cigit tartót. Mert figyelj, hogyha mondjuk a középsúlyhatot levágjuk, akkor már nem tudod összefogni. Egy jó dohányos minden, hogy megoldja. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai.
foglalkozunk egy kicsit a gépeltérítőnkkel, és nem tudom eldönteni, hogy ez egy nagyon helyes történet, egy nagyon nyomorult történet, egy igazi őrültről van szó, vagy egy hőszerelmesről. Mindenesetre megdöbbentő, hogy Egyiptomban már tényleg bárki el tud téríteni egy gépet, ugye valaki nem hallotta volna, akkor tegnap egy, hát először azt gondoltuk róla, hogy terrorista, aztán végül is kiderült, hogy nem, elrabolt egy gépet, és kialakult egy ciprusi túszdráma. Kiderült, hogy egy pszichésen zavart egyiptomi férfi térítette el Larnakába vagy menetrend szerinti járatot, és szállt le végül Cipruson. Ez egy belföldi járat lett volna. Alexandriából Kairóba, vagy tök mindegy, tehát Egyiptomon belül repült volna, és hát ő azt mondta, hogy bomba van rajta, és eltérítette a gépet. Maga a történetükén egyszerű, leszálltak a tuszok, ő is leszállt végül, nem akart robbantani, kamubomba volt, és kiderült, hogy ő szerelmes egy ciprusi nőbe. Hát egész pontosan ő a volt felesége, igen. Ugye, hogy ők sokáig ők Cipruson éltek, 5 gyereket neveltek, aztán valamiért ők szétváltak egymástól, és emberünk elkerült Egyiptomba, és hát így gondolta ezt megoldani ezt a helyzetet. Én imádom a sztorit, vagy imádnám, ha nem lenne az a kialakult helyzet, ami van, ugye? Hogy ezt a sztorit, ezt most csak azért látod negatívan, mert ami most van a világban, hogy robbantások vannak, így mindenre ráugrasz. De egyébként képzeld már el azt, hogy ő nem tudott repülőjegyet venni, vagy nem volt útlevelet. Nem hiszem, nem erről van szó, hogy nem tudott útlevelet venni. Akkor miért? Mert gondolom valahogy így akarta felhívni magára a figyelmet, így akart valamit kizsarolni, így akart üzenni a feleségének, így akart bármire képes, igen, szerelmükért. Tehát inkább az lehetett, hogy bemutassa, hogy ő bármire képes, hogy idáig elrepülök, érted, hogy én eltérítek egy gépet, érted. Tehát ő bizonyítani akart ezzel. Nem hiszem, hogy arról volt szó, hogy nem tudott útlevele, vagy nem volt útlevele. De az is lehet, hogy ő nem tudott volna máshogy eljutni Ciprusra. De miért nem választotta valami hagyományosabb útját, hogy miért nem vett, nem tudom, egy millió tűzi játékot, és lőtte fel az égre, hogy szeretlek Leila, vagy nem tudom. Mert az nem látszik. Az nem látszik azért Egyiptomból, ha Ciprusra akarsz átlőni tűzi játékot. Tehát az valószínű, hogy azért ott nem látják. Mert ugye Ciprus azért az arrébb van, egy órát kell repülnöd de Egyiptomból. Ha átutazott volna, bevásárolt volna, és ott teszi meg ezt Cipruson, akkor az egészen más színezetű lett volna. Tehát ő azért, én inkább ahhoz a párthoz tartozom, akik, ahogy a szakértők is fogalmaznak, nem terrorista, idióta. Abszolút, kiderült, hogy persze nem terrorista, de hogy a fenébe tud ellopni egy bolond, őrült ember, nem mondok bolondot, egy őrült ember egy repülőt? Hát ez hogy működik az egyiptomi légitársaságnak a biztonsági sehogy. Rendszere? Hát sehogy. Tehát felmegyek én, felviszek egy álbombát, felrakom magam, és azt mondom, szállj le Cipruson, és a pilóta leszáll? Nem úgy van, hogy a pilóta nem hajthatja végre azt, amit kérnek tőle? Hát szerintem más a szabályzás most. Hát gondold el, hogyha az a verdikt, hogy ott van egy őrült, és azt mondja, hogy A. leszállsz Cipruson, B. felrobbantom a gépet, akkor neked az utasaid és a személyzeted védelme érdekében meg kell cselekedned azt, amit ő kér, ha az nem erős, nem lehet erősebb, mint az, hogy mindannyian meghalunk, tehát már nincs durvább. Érted? Tehát ha amíg az van, hogy nem azt mondják, hogy vezess neki az ikertornyoknak a gépet, most megint ez egy szörnyű példa, ugye, akkor meg kell cselekedned, amit kér. Tehát ha azt mondja, hogy menjünk Ciprusra és ott szállj le, akkor azzal meghosszabbítod az emberek életét, hiszen ha nem csinálod meg, akkor felrobbantja a gépet. Hát igen, meg most van egy olyan terrorfenyegetettség nyilván, hogy most aztán bármit el tudsz érni. Tehát ez egy alkupozíció, nem? Hogy azt mondod, annyi gép robbant föl, meg annyi haltak meg, hogy te most azt mondod, bomba van rajtad, robbantad. Ezt most mindenki komolyan veszi, lehet, hogy 5 évvel ezelőtt nem vették volna komolyan, de most mindenki komolyan veszi. Mert hogy annyira retteg mindenki tényleg, hogy megint az iszlám államtól került föl valaki a gépre, ráadásul Egyiptom, hát ott még föl is tud, ugye? Na, fölhívjuk a mi pilótánkat, Pető Györgyöt, és megkérdezzük, hogy mi van kiadva ilyenkor a pilótáknak? Mit kell csinálni? Nyilván a gép és az utasok testépsége a legfontosabb, de mégis ki alkudozik ilyenkor a terroristával? A stewardess, a pilóta, kijön-e a pilóta a kokpitból, vagy beszól neki a stewardess? Tehát hogy működik ez? Nyilván ők kaptak egy jelzést, hogy eltérítették a gépet, de onnantól kezdve mit kell csinálni? Ezért ez egy érdekes élethelyzet. Ki biztos, hogy nem jössz, be nem engeded. Be nem engeded, igen, valószínű, így van. Amit tegnap beszéltünk, hogyha kést szorít a stewardess egy nyakához, hogy már pedig te be akarsz menni. Igen, érdekes kérdés. Előbb-utóbb csak beengeded, de valószínűleg tényleg az van, hogy a stewardess ingázik oda-vissza a pilóta fülke és az állítólagos terrorista, ebben az esetben hál' Istennek állítólagos terrorista között, és így közvetíti az igényeket. Igen, na, megkérdezzük Pető Györgyöt, aki már itt is van velünk. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Na, mit szóltál a tegnapi történethez? Állandó légügyi rovat, és még nincs meg a szignál, mi? Igen, most már lassan gondolkozunk, mert mindig téged hívunk, ha bármilyen repülőgéppel kapcsolatos dolog történik. Mit szóltál a tegnapi történethez?
Hát ez ijesztő nyilván, mert ugye most itt a végére kiderül, hogy egy ilyen félbolond elszírít egy repülőgépet, és most már persze mindenki arról beszél, hogy ez hogy történhet meg, és ez, szerintem pilótaként is még itt mindenki elgondolkozik azon, hogy ez hogyan csináltam volna én, ha ott ülök a pilóta fülkében, de hát azt gondolom, hogy amikor ez az eset ott éppen ment, folyamatban volt, akkor nem lehetett tudni feltétlenül, hogy ez egy bolond, de aztán meg ma reggelre lehet látni fotókat, hogy az utasok szelfiztek ezzel a pasival. Igen, igen, volt egy utas, aki kirakta a saját Twitter oldalára, odaállt, felmutatta az okéjelét, és elfizette. Tehát valószínűleg akkor már az utasok is tudták. Honnan tudjátok, hogy eltérítették a gépet? Nektek ilyenkor beszól valaki előre, vagy a stewardess valahogy jelzi? Hát azt gondolom, az első dolog ilyenkor az, hogy a stewardess betelefonál a pilóta fülkébe, nyilván nem nyitatja ki az ajtót, és akkor azt mondja, hogy van egy baj, mert van egy muksó, aki azt mondja, hogy rá van szerelve egy bomba. Ugye az a baj, hogy a légiutas kísérő sem, meg a pilóta sincs feltétlenül kiképezve arra, hogy rájöjjön arra, hogy most az, ami ilyen bombának látszó tárgy, az most valóban az, vagy nem. Meg ugye nyilván utazó makasságban az ember nem kezd ezzel kísérletezni. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy ezt komolyan értemes venni. Itt volt egyébként egy angol légügyi szakértő, aki szintén egy pilóta volt régen, aki azt mondta, hogy a pilóták nagyon rosszul jártak el, mert nekik 100%-osan bízniuk kellett volna az egyiptomi biztonsági intézkedésekben. Most ez azért vicces, mert pár hónappal ezelőtt felroppant egy repülés, mint 200-an meghaltak, annyira biztonságos volt az egyiptomi átvilágítás a repülőtéren. Szóval nehéz most így utólag ezt így kitalálni, hogy mi lett volna a helyes. Én azt gondolom, hogy a pilóta helyesen járt el, végül is végrehajtotta ezeket a követeléseket, mert ezek ilyen értelemben jó követelések voltak, mert gyorsan le kellett szállni, akkor már azért lehet számítani a rendvédelmi szerveknek a segítségére. Itt egy meleg dolog volt, hogy az izraeli légtér közelébe repültek el, és az izraeli légierő fel is szállt. Tehát, hogyha ott kicsit bejebb fordulnak keletebbre az izraeli légtér fele, hát akkor ott történhetett volna sokkal rosszabbul is. Igen, ők elég keményen reagálnak az ilyen légtérsértésekre. Ők ezt nem nagyon szeretik, igen, ha oda valaki berepked. Tehát ilyenkor ugye ti nem nyithatjátok ki az ajtót nyilván. Tehát ő azt mondja, hogy be akarok jutni hozzátok, akkor nem. Mi van, ha megzsarol, hogy mondjuk vagy bejutok, vagy fölrobbantom a gépet? Akkor mi van? Hát ez egy jó kérdés, meg mi van akkor, hogyha mondjuk egy kést odalak a légutas kísérő torkához, és a elviekben van is egy kamera, amivel a pilóta látja, hogy mi történik kint a pilóta fülke ajtó előtt, és azt mondja, hogy ha nem nyitja ki, akkor elvágom a torkát. Tehát ez már ilyen kicsit ilyen filmszerű, ez filmekben szokott ilyen jelent lenni. Nyilvánvaló, a pilóta a saját vérmérsékletéhez képest el fogja tudni dönteni, vagy nem tudja eldönteni egyébként, hogy mit csinál. Az én személyes véleményem nyilván az, hogy ha már elindulnak leszállni, akkor inkább a pilóta fülke ajtót zárva kell tartani, mert ugye az a végső védelmi zóna a terrorista, vagy a lehetséges terrorista és a közötti repülőgép felett átvegy az irányítást. De az elsődleges szempont az az utasoknak a védelme, az utasok életességének a megóvása nyilván. Hát persze, de érted, hogyha terrorista elkezdi vezetni a repülőgépet, akkor azért nagy valószínűsége nem azért akarja vezetni, mert le akar vele szállni, mert ott van szimulátorozott, és most ki akarja próbálni igaziból, hanem akkor már vélelmezhető, hogy valahova be akar repülni a repülőgéppel. Tehát ugye 9-11 óta, meg ugye mondhatok is az elmúlt hetek után, az embereknek, hogy a fantázia úgy tűnik, hogy nem annyira élénk, hogy ki tudja találni, hogy ezeknek a hát megborult elmű embereknek, meg a terroristáknak mi a végső céljuk. Ezért inkább szerintem félni kell meg, mint megijedni. Miért nincs ez a légi marsal dolog, amit mondtak az amerikaiak egy időben 9-11 után, hogy lesz, beültetünk egy valakit, fegyvert kap, és akkor ott vigyáz az utasokra, ha bárki ott herciáskodik, akkor... Két állarcos tenkes az első sorban. Igen, akkor gyorsan kezelik az ügyet. Ebből aztán végül nem lett semmi? De én azt gondolom, hogy 9-11 után ez nagyon is volt, szerintem még most is van, de nyilván hogy ezek titkosodottak ezekről. Egyébként sokszor még a pilóta sem feltétlenül tud, vagy ha tud is, akkor csak annyit tud, hogy van a gépen, de ő se tudja, hogy kicsoda. Az, hogy belföldi járatokon van-e, vagy nem, nyilván, hát azt nem tudom, egyébként volt olyan hír, hogy ezen a gépen is volt, és aztán ez a marsal, ez leszállt nyugodtan az utasokkal együtt, amikor elvesztették őket. A légimarsal senki nem jelentkezett, mondom a légimarsal. Nekem ebben a sztoriban egyébként az a fura, hogy amikor egy ilyen, hát úgy tűnik, hogy egyedül lévő úriember fenyegetőzik a repülőn, és ez egy szűk gép, hát mindenki tudja, hogy ez egy szűk kis gép. Tehát, hogy valaki éppen, amikor elmegy mellette, akkor hátulról nem adnak neki egy hatalmas nagy sallert. Tehát nekem azért fura ez, hogy senkinek nem jutott az eszébe
ráugrani erre a palira. Tehát most nem tudom, ez egy tényleg ennyire komolyan elhitték, hogy van nála egy bomba, vagy csak a kinek is. Hát nézd, ott a kezében szorongat egy ilyen detonátort, hogy én megnyomom, hát azért, ha ott ráugrasz, akkor pont van ideje megnyomni. Tehát én a késnél még előbb ugranék, már nem biztos, hogy én, hanem valaki, mintha mondjuk bomba van rajta, és a kezében szorongat egy ilyen kioldót, nem? Ott azért ezt nagyon gyorsan meg tudja nyomni. Elég egyesélyes dolog. Igen. Meg hát inkább szelfiztek vele. Tehát ők azt maga gondolták, hogy az most ráugrom, vagy egy szelfi, akkor inkább egy hát tudod, mi az selfie. Érdekes, hogy például ez a Habsi, aki egy fotót készítetett vele, ő azért ment oda a fotó, vagy legalábbis most azt mondja, hogy megnézze, hogy az öv milyen. És ő már ott rájött, hogy nem igazi az öv. Azt mondta utólag, hogy azért ment oda, hogy fotót készítsen. Ezt értem, de hogy elnézést, megnézhetem az övét? Hát nem így nyilván, hanem ahogy mellé állt, akkor ránézett. És még így sem merték lefogni a Habsit. Még így is azt mondta, hogy de ki tudja, mi van, ha mégis mellé. De lehet, hogy az összes mellén Stockholm-szindrómás volt, hogy beleszeretett. Igen, a tucsejtőbe. Nem? Tehát rögtön kialakult a Stockholm-szindróma. Csodálatos ember, milyen szép. Az egyik pilóta az annyira megijedt, és ő alatt utoljára, hogy ő kötélhátson ugrott ki a pilóta szűkén az kezd az egész ilyen filmvégjátékszerű lenni. De ez igaz, tényleg? Igen, hát ugye a pilóta fülkében van mind a két pilótának egy ilyen kötél a feje fölött, amivel ugye elvégben kidobja a kötelet az ablakon, és akkor ki tud ugrani az ablakon keresztül, és hát itt ez is történt, hogy a jobb oldali ablak egyszer csak kinyílt, és kimászott rajta a pali, és lecsúszott a kötélen. Az utasok szelfit csinálnak vele, a légimarsal leszáll azokkal az utasokkal, akiket szabadul, az egyik pilóta ott kimászik egy kötélágcson. Ez egyre abszurdabb. Azt írták egyébként, nem tudom, hogy igaz-e, hogy amikor leszállt a repülő Cipruson, csak utána tudták a légirányítók, hogy a gépet elrabolták, mert egyáltalán nem lepődnek meg a ciprusi légirányítók, ha máshonnan jön egy gép és leszáll. Tehát ezért ez náluk nem annyira ördögtől való. Hülyeség? Persze. Ez egy baromság. Hát nyilvánvalóan a pilóta az nyilván elmondta, hogy ő éppen Kairó helyett, ami ugye egy déli irány, miért kezdett el éjszakra repülni plusz egy órát. Tehát egész biztos, hogy benne elég irányító tudták, plusz ugye teljesen más helyre állították a repülőtéren. Elviekben egyébként egy repülőtéren olyan helyre szoktak egy ilyen repülőt állítani, ahol nincsen más repülő. Na most a citrusiaknak sikerült odaállítani, ahol egyébként tele volt repülővel, plusz még odaállították a kerítés közelébe, hogy a média jól lássa, hogy mi történik. Ja, szeretem őket. És ez teljesen más. És ez is úgy történt, nem, hogy ezért, hogy eltérített gép, sajnos most az összes állás tele van, akkor ide kellene balra beállni, jó? Köszi! Kértek valamit adni, amíg? Minden pilótának van kötél a kokpitben, ment, tényleg ezt én nem tudtam. Ez valahol el van rejtve, vagy az ülésetek alatt van ez a kötél? Hát ez a repülője válogatja, ez önnyire ott van a pilótának a feje fölött, mert hogy ugye oda már be van egyébként apasztva a kötél, tehát csak ki kell dobni az ablakon. Egyébként néha ez a gyakorlásnak is a része, a vészhelyzeti gyakorlás része, hogy ki kell ugrani a kötél. Én egyébként egyszer próbáltam is ezt, és ugye életemben egyszer kellett ezt csinálni, és olyan ügyes voltam, hogy amikor kiszálltam az ablakon, megfogtam a kötelet, majd a testsúlyomnál fogva a kötél ráragadta, tehát rányomta a repülő és a kötél közé a kezemet, úgyhogy ott lógtam hülyén, mert a testsúlyom miatt nem tudtam kiszedni a kötél alól a kezemet, úgyhogy a másik pilóta segített, ott elkezdte rázni föntről a kötelet, hogy ott lehettek. Nem olyan egyszerű. Gyönyörű lehettél ott lóbálózva a gép orrán. Elképesztő. Még egy kérdés, hogy ez a gép ugye Alexandra és Kairó között ment, ami kilométerben nem tudom mennyi idején, így a térképet, ahogy néztem, ugye Ciprusra átmenet, ez körülbelül háromszor annyi távolság, hogy ezeket a gépeket nem úgy engedik el, hogy nem azt mondom, hogy pont annyi üzemanyag van, ami elég a távolságra, de hogy ezt a nagy távolságot is ez meg tudja tenni, tehát annyi az üzemanyag ezekben a gépekben? Hát ez attól függ egyébként, tehát nem, azt hiszem, hogy nem lett volna törvényszerű, hogy legyen rajta elég üzemanyag, tehát hogy Alexandriából Ciprusra, bár itt nem akkora távolságról van szó, ami itt jelentős lett volna, de hát sokszor van az, hogy a repülő sokkal több üzemanyaggal száll föl egy repülőtérről, mert mondjuk adott esetben olcsóbb azon a reptéren az üzemanyag, mint ahova megy, tehát többnyire annak függvényében tankolnak, hogy hol mennyibe kerül az üzemanyag. Aha, és akkor még úgyis megéri többen felszállni. Persze. Aha. És mi lett vele? Lecsukták végül? Börtönben van, gondolom, nem? Hát, ugye? Egy ideig ott is marad. Valószínűleg ki fogják adni Egyiptomnak, és ott szerintem nem nagyon fani a vége annak, aki terrorizmussal próbálkozik. Igen, még hogyha nem is volt. Szegénykém, se asszony, semmi. Börtönben is megy, a bomba se volt igazi. Hál' Isten egyébként, tegyük hozzá, de hát igen. Ugye mit meg nem tesz az ember a szerelméért? Azért ez valahol, hát valamennyire a szó legtávolabb értelműen romantikus kicsit. Gyuri, nagyon szépen köszönjük. Merre repül?
repülgetsz most éppen? Én éppen most fogok Londonból felszállni, és megyek Franciaország felé kicsit napozni. Ó, Istenem, de jó. A Rivierára egyébként, az jó hely. De jó neked. Jó utat kívánunk, köszönjük. Köszi. Vigyázz magadra. Pető Györgynek köszönjük szépen. Ciao. Hello. Milyen jó élet azért ez a pilótáskodás, nem? Felszállok Londonba, leszállok a Francia Rivierára. Hát nem Alexander és Larnak a között, de... Ott jó idő. Ez jól hangzik. Igen. Ez jól hangzik, igen. Ráadásul ő ugye magángépes, gondolom most. Nem a polgári légi közlekedés azon szakirányát végzi, ahol tömegeket szállít, hanem ahol ő most magángépen repked. Igen. És akkor nyilván most egy ilyen 3-4 napot ott van, amíg a főnök intézkedik a Rivierán, kap egy szobát biztos. Hát valami fél szuterénba biztos berakják azért. Bezsúpolják. Hogy látja ott a lábakat az ablakánál elmenni, kis dohos, kis szerény, kis szobába biztos, hogy berakják. Merészes falakkal. Neki könnyebb kiszúrni azokat az utasokat, akik picit gyanúsak lehetnek. Mert viszonylag kevesen vannak a gépben. Maga kicsoda. Egy ember ül, tudod, kevergetni, és tehát maga terrorista, nem? És ilyen magángépeken is van légimarsal? Igen, egy utas, egy légimarsal, egy stewardess és egy pilóta. Mekkora buli. Vajon ki lehet a légimarsal, de nem baj. Az a lényeg, hogy a nők, a gyerekek és a légimarsal rögtön biztonságba kerül. Az milyen, ha tényleg folyamat a légimarsal leszállt a többiekkel? Igen. Ő a legnagyobb. Mert ő már látta, hogy miért kezdj el lövöldözni. Látta, hogy itt nincs semmi baj. Aha. Igen, ő mondta, hogy ez kamu a bomba, hogy nem akarok ebbe beleszólni. Erre nem érek rá. Megélérem a biztonságépet, Alexandria. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Van egy furcsa anomália, amit azért megfejthetnénk, és tudjuk, hogy ha humorizálásról van szó, akkor hallgatóinkra mindig számíthatunk. Talán hallottátok azt a hírt, Ákos mondta többször, hogy a Csobánkai Cinke utca egyik családi házának emeleti erkéről szerda délután lezuhant egy ló. Szegény. Ebben a történetben igen. A ló jól van, de azért amellett, hogy a ló szegény, azért ez nagyon-nagyon sok kérdést felvet. Tehát, hogy a Cinke utcai családi ház emeleti erkéről lezuhant egy ló. 2 méter zuhant, túlélte a zuhanást egyébként, és hát állatorvosi felügyelet mellett a lovat rendbe tették. De hogy azért csak kinézett az erkére. Vagy kívülről akart bemászni. Be akart menni. Megcsúszott a patája. De, tehát ha a családi ház földszintjéről kimegy, azt még érted, hogy valahogy bejött a kertből, átment a nappalin, körbenézett a konyhába, majd távozott az erkén. Na de azért felmenni az emeleti erkére, átmenni ott valószínűleg egy hálószobán, körbenézni az erkén, majd azon kiesni, szóval azért azt gondold el. Pedig ezerszer megmondták neki, hogy alacsony az a rohadt korlát, ne menjen oda, baleset veszélyes. Máskülönben igen, patkolt lábbal nem megyünk a hálószobába. Így nem? Van. Tehát értsd meg, 100-szor megmondtuk már. Parketta! Igen, csak filc szobapatkóba. De mi az Isten csinált? Mi az Isten csinált ezen a Csobánkai utcában, a Cinke utcában, a családi ház emeletén ez a ló? Hogy kerül oda? Mennyire szeretik? Ő a házi állat. Valaki ezeket díszhalakat tart, valaki pedig lovat tart benne a lakásban. Hallottam már, hogy disznót tart valaki. Na de az erkélyen tartott, kivéve ugye, ha panelházad van, vagy panelházban élsz, akkor oké, nem tudod, hol tart. Na de hát ez egy családi ház, ahol van udvar. Ez egy hagyományos ló? Tehát egy hagyományos méretű ló, nem egy póni ló? A póni ló is elég fura azért. Uh-huh. De tételezzük föl, mondjuk hagyományos. Én a pónit azért furcsálom, hogy nézd, anya, mi történik? Egy póni leesett a másodikról. Átesett az erkély. Már megint leesett a Cinke utcában az a póni balogéknál. Lajos, én vagyok, ez megint leesett a pónitok. Gyere haza! Tehát, hogy történik egyébként? És képzeld el a szomszédot, aki kint kevergeti a kis fekete táját, majd megjelenik egy ló az erkélyen, amire már furán körbenéz a ló, 2 lábra az erkélyen. Nézd már! És a ló egyszer csak megérkezik a földszintre. Vagy képzeld el, amikor ebben a házban állsz a földszinten, és mellét zuhan egy ló. Hogy azért ahhoz úgy mit szólsz? Vagy kint napozol, mint a házigazda, és a szomszéd végignézi, hogy a ló 2 lábra áll, majd a napozó házigazda mellett leveti magát a földszintre. Hogy azért... ott mi történik? Krátest! Persze! Jaj, de mocskás ott! Mondta a ló, megrázta magát, majd felnyelgette saját magát, és elvágtatott az iskolája. Nem, rád az istalója felé.
Igen. Tehát azért ez nagyon, ezért ez rettenetesen fura. Hallottunk már azért ugye hát lovat tartottak a 8-on, meg disznót vágtak a 4-en, meg nem tudom. De azt megérted, hát panelház, hát hol tartsa a nappaliban, érted? Azt az azért okay. Abszolút megértem. Aha, de az nem lehet, de az nem lehet, hogy hazajött a férj. Igen. Azt én... Nem megy tovább. Van az a pont, ahol még meg lehet állni a megszólásban, de most még ezt nem még tovább lehet menni, finoman lehet menni. Mindig ugye az egyensúlyozáson van a hangsúly. Tehát megjött a férj, és azt mondta, hol vagy drágám, egy órával előbb elengedtek? Miraló... Itt vagyok, benne csak öltözködöm, mondta a felesége. És a ló érezte, hogy szorul a hulok. Hívlak. Rajzfilm egy beszélgetés. Persze, mondta a ló, őst, skype-oljunk. Hol a nyergen? A ló nem akart lebukni, ezért igen. Kivetette magát a másodikról. Én azt gondolom, hogy ez állhat itt. Az abos férj pedig csak térben. A puffanást hallotta, majd fölrohant kedves és megkérdezte, hogy jól vagy kicsi? Jól vagy kicsi? Mi ez a szétdult hálószoba itt? Mi történt vele? Moi vlogica. Egyébként ez egy jó vonal. Tehát valószínű hazajött az abos férj. És vagy előbb elengedték. Igen. Persze. Igen. Tehát az előbb elengedték és hazajött. Igen. Ez egy érdekes dolog. Van, kezdi régen, hogy Kobi forgatott. Ja, és... ja, hát igen. És... hát, nem tudom. Mi van, hogy idomár volt, és hazavitte a munkáját? Tehát arra gondolt, hogy otthon még egy-két dologra megtanítja a lovat? Tehát az ötves cirkuszból hozta el a lovat holnap hoppá! Elé? Hoppá! Hoppá! Ugrik! Két ábra! Mondom két! És választott, a ló választott, a tüzeskörik a gondolat. Gabi is megmondta, hogy az abban ott van az ugye, energia, és az endorfin. Ott van a kraft. Bezaboltatták a lóval. Jó, tartozkodjunk a Csicsolin a lakcímet változtatott SMS-ektől. Tehát maradjunk azért meg egyfajta gondolatmenetnél. Igen, ez egy érdekes dolog. Hát segítsetek megfejteni, hogy mi történt. Illetve egyéb furcsa, úgymond tényleg szomszédos anomáliákat válunk, amikor is nem hittél a szemednek, valami olyat csinálta a szomszédot. Tehát főzött a panelban a folyosón, vagy terelgette a disznót a liftben. Tehát nézzük meg tényleg, hogy ez valójában létezik-e. De most ne írjatok amú történeteket. Tehát amikor kiléptetek a házból, családi ház, társasás, panelház, és nem, egyszerűen nem hittetek a szemeteknek, mert valami olyan dolog történt a linoleumozott lépcsőházban, amire egész egyszerűen nincs magyarázat. De nem jó nekünk családi ház vagy társasház is, hát csak nem oda való, és a szomszéd művelte csinálta. Sziasztok, talán ezt mondtam, lehet, hogy adásban is elhangzott, nem tudom, emlékszem biztosan, de hogy ugye már sok mindent átértem Lőrincen, de azt, amit néhány héttel ezelőtt tapasztaltunk, hogy a béketér mellett valaki egy bottal terelgetett egy disznót pecsés felé, én, tehát, hogy azt azért már mi se hittük el, pedig azért nálunk azért történnek furcsa dolgok, hát ugye, ha csak a klasszikus havan a lakótelepi esetre gondolunk, akkor is tudjuk, hogy... Igen, legenda. Hogy de minden esetre így híresült el a havanna, ugye, hogy ott lovat tartottak az erkély, de hogy... egy darab kondás vittem a lacon? Nem tudjuk, hogy kondás volt, de hogy egy szép szál, jó szág volt, hogy voltak, csak és úgy ott az ülői úton, tudod, hogy ott van egy pizzéria, ott van egy pizzéria, ott van egy, hogy hívják, egy gyógyszertár, ott van a villamos, ott van egy nagyon jó kis, hogy kondicionáló, tehát most egyszer csak valaki meg is, nem lehet, hogy a malac azt mondta, hogy ízes gazdám, ennék egy jó sajtburgert, eljön már engem meg drive-ba, és mentek meg drive-ba. Persze. És akkor hogy hívják, hogy a market central, ott érted a praktikerbe. Tehát ez nem, nyilván nem, de Becsis Feri teregette valaki egy bottal a disznóját. Igen, ezek érdekes pillanatok. Na, drága hallgatók, ezt írjátok meg nekünk, de most maradjunk tényleg a családi ház, panelház, lépcsőház kategóriában, lehet így mondani, amit ott láttatok, jó? Amikor kiléptetek az erkélyetekre, a házatok elé, a lakás elé, és nem hittetek el, mert a szomszéd valamilyen dolgot művelt. Írjátok meg nekünk, jó? Illetve ha van elképzelés, hogy a ló hogy került a második emeletre, az erkél, és onnan hogy esett le, akkor azt is írjátok meg. Ez itt a Morning Show! Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak hallgatóink, visszatérve a témánkhoz. Ugye az volt, hogy mi volt a legszürreálisabb dolog, amit akkor láttál, amikor kiléptél a lakásod, házad ajtaján, és amivel szembesültél, hogy a szomszéd ezt vagy azt csinálja. Hihetetlen SMS-ek vannak. Társasházban lakom a földszinten, a fölöttem lakó állat csirkét vágott a konyhában, majd az egész tollat meg a beleket lehúzta a vécén, ami nálam jött ki egy dugulás keretében. Emelkedett hangulatban üvöltettem neki, hogyha még egyszer lehúzza a budit, akkor megölöm. Panellakás konyhájában láttam, hogy a gáztűzhely fölött plafonba bele volt furva
az akasztó. Kérdeztem miért, mire mondta a felettem lévő, mert esőben is tudunk bográcsozni. Hogy várjál, a tüzet hogy csinálod meg, azért ez egy érdekes kérdés. Hát, felakasztod a bográcsot. Fölött volt. Ja, a tűzhely, de hülye vagyok. Hát a tűzhely fölött. Jézus. És akkor oda kis láncoská. Kicsim, rázd meg a bográcsot, nem sokára kész a Mirka pörkös. Sziszesd meg a sört, anyjuk. Új, de jó. Az zseni mondjuk. Nagyon jó. Ki lett dolgozni? Azt mondja, hogy... Rákosfalvi Mekinél volt kb. Egy éve, hogy mentünk volna be, de a bejáratnál ott állt egy kifejlett tehén. Úgy meglepődtem, hogy szó sem jutottam, anyám reakciója, itt tényleg friss a hús. Oké, okay, csak most arra hagyatkozunk, ami a szomszédoknál történt. Jó? Panel harmadik emelet, Simpson generálról felvitte a szomszéd darabokban, télen összerakta. Tavaly a lépcsőházban találkoztunk, próbálta letolni a lépcsőn. Nem lepődtem meg, mert már fent berúgta. Igen, hát nem, hát fia, ha már összeragod egész télen melózod, csak kipróbálod. Persze, hát fenn van a műhely, ne érted, lenderüljön ki, hogy valami nem smakkol. Felettünk a szobából konditermet csináltak, egy ilyen háromkori házibuli után boxmeccset rendeztek, a lépcsőházat végigkordították, hogy eltört valakinek az óra, hívjanak meg. Hívjanak mentet. Családi ház, kinézek az ablakon, a szembe szomszéd 16 év körül lánya fogta magát hazafelé az iskolából, és a saját körítésük tövében letolta a nadrágot, és elvégezte a kis dolgát. Majd bement a kapujukon. Nem bírtam még ki ez a 15 métert, azóta se tudom hova tenni. Hát, nézd, emberek vagyunk, nem? Ha menni kell, Dani írta nekünk. A szomszéd a 10-en 4 vadászgörény tartott. Pár nappal ezelőtt együtt jöttünk le a lifttel, amikor a legnagyobb megdöbbenésemre ott mutatta meg a haverjának, hogyan kell a görény bűzmirigyét kinyomni. Azóta nem nagyon tudtam ebédelni. Írta nekünk egy hallgató. Földszinti lakos vagyok, egy... Ne. Földszinti lakos volt, aki ezt csinálta. Egy dobozzal kitámasztotta, és egy bottal az ajtót, amire kötelet rakott, és az ablakból, amikor bement a galamb, megrántotta a kötelet, az volt a napi menü náluk. Jézusom, így fogod galambot? Így fogod galambot. Hát, mondjuk nem rossz, igaz, ínyec volt az illető. Igen. A barátnőm szomszédjában, ugyanabban a faluban lakunk, van egy bolond néni, nyáron síléccel a lábán sétál az utcán. Vagyok ezt megnézni. Az jó. Kicsit ura. Száraz ez, és biatlanosan. Tovább bejelentette a falu mikrofonba, hogy a férjének temetése lesz. Atyaisten. Amikor a barátnőm meglátta, hogy még él a férje, megkérdezte a nénitől, hogy miért jelentette be a temetését, ha még él a néni, azt válaszolta, megbántott, ezért a szememben már halott. De ez egy jó érkezlemény. Igen. Jó. Pécset egy 10 emeletes panelban síelők elütöttek egy nénit, aki gipszelés után a pszichiátriára ment, mert nem hitt el, hogy a lépcsőházban síeltek. Azért az is kemény. A szembeszomszéd szerelgetni szokott. Nem ott a fordulok a kemények. Igen, ott nagyon kell. Ott nagyon kell. Ott nagyon kell carvingolnod, hogy be tud venni azt, hogy nagyon rövid léc kell, igen. A szembeszomszéd szerelgetni szokott a garázsban, egy kis motorral, ha végez, ráülteti a nagyfiát egy táskával a hátán, és videóra veszi, hogy az utca végéig és vissza motorozik a srác. Amikor ez megvan, cserélnek, táska fölmegy apura, kamera a gyerek kezébe, és kezdődik újra, soha nem tudom. Mi lehet a táska, gyerekek? Mi a táska? Hogy az miért kell? Hát, ki tudja? A balansz. Zseniális. Debrecen társasház, a tag a harmadikról mosta a kocsit, ami a ház előtt állt közel a falhoz. Látszott, hogy van rutinja. Tényleg slaggal verette a gépet fentről. Konkrétan állóra lassítottam, nem akartam elhinni. Hát, ha magára ismer, zöld Vectra. Nagyon jó. Hát de felvitte a slaggot és föntről. Hát ez nem érte a csapra. Nem, ez konkrétan arról szól, hogy nem volt kerti csap. És úgy tudta csak megoldani a kocsimosást, de hogy nem. E biztos vagy 100%-ig biztos, hogy nem volt kerti csap, amire ráköthette volna. Agyalt. Hát a koföntről. Szépen hozott egy kis izét, kis toldot, rátekerte. Na, tudom, hogy én is így oldottam meg. Na, de nem állt a harmadikról, Jani. A harmadikról, nem, Jani. A bentről vezettem ki a slagot a lakásból, okay. Mert nem volt kérdés. De a harmadikról átlocsolt, tehát te kiállsz a második az erkélyt, és fölötted a szomszéd átlocsol. Hát, ha nem kertes házban lakik az ember, szerintem ez egy teljesen logikus. Igen, dolog. Igen, hogy vödörrel lehordani a vizet a harmadikról, az macera. Ráadásul, vagy... Jó, azért ezt ne vegyük teljesen elfogadottnak, hogy valaki harmadikról mossa a kocsit, de ne csináljunk ugyanis, mint ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, azért tényleg basszus. Szerintem igen, vagy pedig lent nem volt nyomás, és ezért úgy oldottam meg,
hogy föntről locsolt inkább, mert hogyha föntről lefelé jövő vízsugárnak már azért van erősebb, egy. Miért érzem azt, hogy neked ez kicsit tetszik, ez és a harmadik alaknál kicsit így most ez az nekem kicsit így most ez rock'n'roll. De szeretnék az első lakni. Prolira kendról. Meg, locsolja meg kicsit, Ari, basszus, már a feleségem, mert itt napozunk az első. De jó, ne, jó, ne. De jó. Ha a végezt az enyémet is veresd már, vagy kiállunk addig, jó? Harmadik emelet szemétároló disznóvágás utáni feldolgozás Budapesten a 80-as évek végén, Anyósomék Miskolcon a 70-es években disznóvágás kompletten a játszótéren. A disznó a mászóka alá beszorítva, feldolgozás a pingpongasztalon. Nagyon jó. Hát gyakorlatilag, ha most belegondolsz, teljes szett megvan. Asztal, a jó betonpinyó asztal. Nagy, a igen, nem, teljesen klasszú. Anno második emeleten laktunk, felettünk lakónál valószínűleg mosógép csere lehetett, szomszédok úgy gondolták a felettünk lakók, hogy könnyebb, ha a régit az ablakon kidobva, a régitől az ablakon kidobva szabadulnak meg. Előttetek van az, hogy kinézek az ablakon, és egyszer csak hang nélkül elsuhan mellettem egy mosógép. Azért az is nagyon kemény. Ismerek falun olyan kislányt, kifut az apjához, hogy bent van a lepke a szobában. A saját fülemmel hallottam, erre az apa, hát nyisd ki az ablakot, mire a kislány, nem az a lepke, hanem a ló. Szeretem. Lepke az a ló. Atya Isten. Nálunk a panelházak előtt a tengópályán sűrűn bográcsoznak. Összejönnek körülbelül 20-an, és érzem a szobámban az illatot. Ott a kis tengópályán megcsinálod. Nagyon jó. Hát szakollom. Már kert nincs. Igen. Arra lettem figyelmes, hogy a lomtanítás alkalmával, hogy kiléptem a lakásból, valaki iszonyatosan bőget egy autónak a motorját. Kimentem a ház elé, amikor láttam, hogy néhányan egy 4 köbméteres telipakolt konténert egy trabanttal akartak elvontatni. Az nem gurul, gyerekem. Az nem gurul. Atya úristen. Régi munkai szálláshelyemről kilépve valami nem stimmel, azt vettem észre, hogy szembe szomszéd éppen porszívózta az utcát. Azért sok a bolond, nem? Nagyon. De azért, aki porszívózza az utcát, azért ott van baj. Ugye, hogy azért ott van baj. Hát feltalálja magát. Igen. Veszprém lakópark, 20 milliós lakások, csíp-csirip, nem tudtam honnan jön, mire rájöttünk, hogy a szomszéd napos csipéget és kacsákat nevelget a teraszon. Feri, ez kicsit neked tetszik. Hát csip, én csip, már nagyon csip, gondolkodtam csip, a negyediken, de azért érted? Nem teszed meg. Atya Isten. 13. kerület, Feri, ezek ti vagytok. Második emelet, panel lakás. Egyik délután iszonyú fűszag és pernye szállt a harmadikig. Kiderült, hogy alattunk szalonnát akartak sütni egy kis vidéki hangulatot csempésznek a fővárosba. Az összes lakó kiborult, ők meg eloltották a 2 méteres lángokat. Tettek egy kicsit, na, nincs ezzel semmi baj. A szomszéd, amikor kiléptem, láttam, hogy stílfűrésszel vágja maga alatt a fát, gajjazott, 5 méter zuhan. A jó ember szamar lesz, és a saját szememmel láttam, beleesett az emésztőgödörbe, kötelet tettek a nyakára, és egy rotációs kapával próbálták kihúzni a szamarat az emésztőgödörből. Persze a kapa elásta magát, ezért tűzoltókat kellett hívni. 22 lakásos társasházban az automata mosógép a folyosóra volt bekötve, és ott mostak vele. És mit jön, folyosó lopod a vizet, akkor azért? De ott nincs csap azért. Hát, vagy a tűzcsap, vagy volt. Vagy a tűzcsapról. Igen, és az utolsó, apám vadász volt, higgyétek el, nekem se könnyű, a harmadikon panellakásban a kádban nyúzta a rókát, amit lőtt. Papa fürödnék. Ezt legalább a szomszéd nem hallja. Hát ez a papa fürödnék, várjál kicsi, mert itt van az a... Ők nagyon nagy arcok. Egy régi kollégám egy könyvtárban anyagmozgató volt, egyszer hazavitt a tisztítószeres szekrénynek a kulcsot, és mentek értem, és csöngetek, vadul, aztán jött Lacika, jött kifelé nyakig véresen, és ő nagybátyával élt együtt, azt hitték, hogy valami szóváltás volt, de nem, kiderült, hogy csak a hátsó kertben kecskét vágnak. Újpesten kertvárosi övezet kecskét vágnak. És jó volt legalább? Hát igen, de nem szokványos, meg ott sem. Azzal a környéket sem, hogy valaki kecskét vág a hátsó kert. Hát azért az ritka, igen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.